Nézzük akkor azt a kérdéskört, ami mindenféleképpen az én témaköröm, ezért is fontos, hogy azért témákra szedtük elsősorban szét itt a közbeszerzési törvényt, és ami talán egy nagyon fontos félreértést eloszlat. Ez a félreértés a következő. Ugye csak és kizárólag ár lehet, semmi más, bocsánat, a csak és kizárólag ár alapútól el kell teljesen tekinteni, és most már ez a főszabály. Ugye azért az üzenet nem ez. Az üzenet az, hogyha csak ár alapút használok, az csak feltételekkel tehetem. De a magyar ajánlatkérő nem szeret azért hosszasan indokolni, mert már megszokta, hogy akkor visszakérdeznek. Ezért ugye mit csinál az ajánlatkérő? Azt mondja, hogy semmi gond, holnaptól 99% ár, 1% kötbér, teljesítési határidő, munkanélküli foglalkoztatása. Na most ebből ugye mindig a legveszélyesebb az, amikor egy teljesen felesleges dolgot teszünk értékelési részszemponttá. Az egész munkanélküli foglalkoztatás kérdés egyébként pont ez, mindenki bevállalja, aztán majd kirúg valakit, hogy hozzon helyette egy munkanélkülit. Ebből ugye az lesz, hogy mindenki bevállalta, ezért gyakorlatilag az ár 100%-ot fog számítani, tehát logikailag azért ennek így nincs értelme. A nagyobb baj azonban a teljesítési határidővel van. Már láttam olyan belső szabályozási javaslatot, hogy akkor mostantól jobban helyezzük a hangsúlyt a teljesítési határidőkre. Ugye mindig vigyázzunk vele. Azt gondolom, a sok-sok gyakorlott közbeszerző pontosan tudja, hogy miért. Nehezen fogom tudni utána módosítani a szerződést. És egy módosítási hisztibe azért belemenni, mert én eredetileg odaraktam azt a teljesítési határidőt, mert olyan jó ötletnek tűnt. Utána sokkal nehezebben fogok hozzányúlni, hiszen ő bevállalta azt a korábbi teljesítést. Hát ha nem sikerült, nem sikerült. Ez van. Azt viszont ugye vállalni azt a kockázatot a másik fél részéről is, hogy azt mondja, hogy semmi gond, hát akkor legfélebb kések, mert megkötbérezel. Mert hogyha súlyos szerződés szegésbe gyalogol bele, akkor meg választható kizárók hatálya alá fog tartozni, amelyet nekünk le kell jelentenünk a hatóság felé. Tehát azért itt egészen más típusú döntési pontok lesznek már a közbeszerzési eljárásban, amikor azon kezdünk el majd vitatkozni a másik féllel, hogy mi miért is nem akarunk szerződést módosítani, ő meg miért nem gondolja, hogy ez szerződés szegés volt, és miért a mi hibánk. Tehát, ha lehet, akkor bár elég messziről indultam, a teljesítési határidőt azt ne tegyük értékelési részszemponttá. Nagyon érdekes európai uniós bírósági döntések vannak arról, hogy a szerződés módosításban mi az, ami belefér, és mi az, ami nem. Hozzáteszem, most sokkal több minden bele fog férni, de önmagában csak azért, mert én úgy gondolom, hogy nekiugrok egy szerződés módosításnak, a lehető legnehezebb az, hogyha én eredetileg már azt ugye az értékelés szempont részévé tettem. Na most háromféle létezik most. Logikailag nem biztos, hogy ez így stimmel, de mondjuk azt, hogy ez a háromféle az, amivel foglalkoznunk kell. Itt megint kettő dologra szeretném felhívni a figyelmet, azon túl, amit most az előbb elmondtam. Hogy az első az az, hogy legalacsonyabb ár lehet, de ugye azt csak kivételesen alkalmazhatom, tehát mindenféleképpen valamilyen ugye olyan részszempontrendszert kell kialakítani, ami valamilyen úton, módon ugye az ár érték arányt tükrözi, tehát van mellette valamilyen egyéb értékelési részszempont is. Az ajánlatkérők továbbra is inkább a jól parametrizálható értékelési részszempontokat fogják választani, egyrészt meg könnyebb vele számolni, másrészt meg ugye a szubjektív elem az mindig valamilyen kockázatot rejt. Európai Uniós forrásnál nagyon nem javaslom továbbra sem a szubjektív elemet, amit meg lehet számolni, az a tuti, minden más az ugye megkérdőjelezhető és forrásvesztési kockázattal járhat. Na most, van egy legalacsonyabb költség szempontunk. Mi ez a legalacsonyabb költség? Elképesztően tartunk tőle, pedig nem olyan bonyolult, inkább talán azt hiszem, hogy a szöveg maga bonyolult, ami mögötte van. Ez az a bizonyos életciklus költségmodell. Hát semmi extrára ne gondoljunk, arra gondoljunk csak. Van egy beszerzési tárgyam, pontosan tudom, hogy az utóbbi időben nekem ez mennyibe került, hogy mondjuk vettem valamit, és utána azokat ugye amortizálódott, meg kellett újítani, csere, karbantartás, minden egyéb. Miért nem mondom azt, most egy példát hadd mondjak, mondjuk csőkötések. Pontosan tudom, hogy hogyan avul el, hogyan kell karbantartanom, mennyibe kerül, és ezt pontosan tudja a gyártó is. Szeretném, én megmondom, hogy milyen időszakra, mondjuk egy 5 éves időtávra, milyen költségek azok, amelyeket kalkuláljon nekem, és ezeket támaszta is alá. Meg is mondom, hogy én milyen típusú költségeket szeretnék látni, azaz praktikusan az ár mellett lesznek különböző költségattribútumok, amelyeknek én mondom meg, hogy hogyan kell őket kiszámolni. És ezt adja be nekem, és ezt fogom egymással összehasonlítani.
aminek része lesz természetesen az ár. Tehát vannak olyan beszerzési tárgyak, ahol ez logikusan alkalmazható, és van, ahol ez nem. Ennyi az életciklus költségmodell. Ja, hogy az életciklus egyébként arról szól, hogy valahol gyermekmunkával a nyersanyagot elkezdem termelni, és akkor az, annak van társadalmi költsége, mert ez az életciklus modell alapja, meg hogy a veszélyes hulladékkal is valamit kezdenem kell, és az annak is hatása van a társadalomra. Ezt itt egy kicsit szűkebben értelmezzük, onnantól értjük, hogy megvettük, addig, amíg én azt mondom, hogy az életciklus számolni kell. Ennyi. És innentől már talán egy kicsit barátságosabb a téma, ha foglalkozunk vele. Nézzük azonban meg ezt az árérték arányt közelebbről. Az árérték arányban ugyanis megjelenik valami, ami eddig nem volt benne, a személyzet minősége, feladatot végzők szakmai tapasztalata. Hadd kérdezzem meg, eddig ezt hol vizsgáltuk? Alkalmasságnál. Teljesen egyértelmű. De akkor mit keres ez itt? Ugye ugyanúgy ott van az alkalmasságnál is. Azaz, valamit csinálnunk kell vele, mert valamelyik jogalkotó azt gondolta, hogy ez milyen brilliáns gondolat, most már, hogy a teljesítéssel foglalkozunk inkább, akkor az az ígérvény, hogy majd ő azokkal az emberekkel fog dolgozni, azt most elkezdjük értékelni. Ezzel azonban nem csak az a baj, hogy hihetetlen, meg ugye hogyan fogom tudni majd kikényszeríteni, mi van akkor, hogyha ő azokat lecseréli, miközben az értékelési rész szempontrendszer része volt, a szempontrendszer része volt. A nagyobbik probléma az az, amikor elkezd mögötte kapacitásbiztosító szervezetet cserélni. Hozhat kapacitásbiztosító szervezetet? Hozhat. Alkalmasságot igazolhat vele? Igazolhat. Van személyzettel kapcsolatos alkalmasság? Van. Most amint ő kapacitásbiztosító szervezetet hoz, azzal igazolja neki, azzal próbálja alátámasztani, hogy ugye milyen szakemberekkel fog dolgozni, és helyette hoz egy másikat, hozzányúlt az értékelési szempontrendszerhez. Ugye ez a jogalkotás során egy nagyon érdekes vita volt, nagyon sokan azt gondolták, hogy ezzel nem lesz akkora probléma, mások meg azt gondolták, hogy ezért ez így nem kóser, ezzel valamit kell csinálni. És végül a jogalkotás